Mai téma című adásunkban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és nem utolsó sorban mai kedves vendégemet, dr. Bakos Batut, gyógyszerész urat. Emlékeznek rá, a múltkori adásunkban a magyar történelmi alkotmányról beszélgettünk. És természetesen, ahogy ilyenkor lenni szokott, az adás után tovább folytatódott a beszélgetés, és higgyék el, kedves nézőim, hogy engem megérintett, és márpedig, ha engem megérint, akkor vélhetőleg önöket is megfogja. Egyet kérek önöktől, figyeljenek oda, ha egyszer dr. Bakos Batu megírja az élet történetét, nos, azt a könyvet önök feltétlenül vegyék meg, higgyék el, érdemes. A mai adásunknak milyen címet adhatnánk? Én úgy gondoltam, legyen az, ami a rendszerváltásból kimaradt. Világos, és azt hiszem, hogy nem mondok újat önök számára, ha azt mondom, hogy az elmúlt 50 év történelmét nagy valószínűség szerint át fogják írni. Én nagyon remélem, hogy érdekes dolgokat fognak megtudni önök is. Hát csapjunk bele, beszélgessünk. Köszönöm, hogy visszajött, és megosszuk a kedves nézőkkel ezeket a gondolatokat. Dr. Bakos Batu, kirúgták a középiskolából, kirúgták az egyetemről. Börtönbe volt. Talán kezdjük innen a beszélgetést. Hogy kerül börtönbe és miért? Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a nézőket. Örülök, hogy ismét itt lehetek Magyaróvár. A középiskolából nem rúgtak ki, csak ki akartak rúgni. Ez egy kis különbség, úgyhogy sikerült érettségit tennem. Aztán hosszú ideig úgy tűnt, hogy ez lesz a végső és legmagasabb iskolai végzettségem, hiszen a múltkor már említettem, vagy nem tudom, említettem-e a teológiáról az államegyházügyi hivatal eltávolítatott ötöd év első fél éve után, közel a végzéshez tehát, majd a gyógyszerész karon, ugyanúgy az utolsó vizsgáim előtt következett be a baleset, amikor is, akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a per tárgya, letartóztattak. A vizsgálat izgatásként indult, majd minősített izgatás, majd összeesküvésre irányuló előkészület, és a végén összeesküvésként fejeződött. Hányan voltak be ebbe az állítólagos összeesküvésbe? Hát ezt nehéz megmondani. 8-an kerültünk bíróság elé, 4 további bírói figyelmeztetést és 4 további ügyészi figyelmeztetést kapott. Természetesen ezt a 16 főt az ország összes főiskolájáról és egyeteméről is kizárták, vagy kizártak bennünket, de voltak még továbbiak, akiknek 1-2 éves megszakítással való kizárásuk volt. Ez 1968-ban volt, pontosabban akkor kezdődött. És mi volt ebben az összeesküvés elméletben az igazság, hát, ha most visszagondolunk? Ha most visszagondolunk, akkor annyi volt az igazság, hogy diákokként és a gyógyszerészkar akkori sokkal szabadabb levegőjét élvezve és kihasználva rendkívül szabadszájúak voltunk. Ha mostan visszanézve gondolkodom az ügyön, akkor azt kell mondjam, hogy ha összeesküvés helyett csak izgatással vádoltak volna, igazuk lett volna, mert az akkor fennálló jogrenddel szemben bizony tettünk nagyon kemény kijelentéseket, vonatkozva ez mind az akkor hivatalos ideológiára, filozófiára, vagy elméletre, ugye a marxizmusra, az akkori tudományos szocializmusra, sőt az akkori történelem hamisításokra, stb. Az is igaz, amivel később vádoltak, hogy nacionalisták, azaz mindenképpen a magyar nemzetben gondolkodók voltunk. Az is igaz, hogy jó páran közülünk nem szerettünk némely szomszéd népeket. Az is igaz, hogy szerettük volna a
régi országunkat látni, újra magyarul revizionisták voltunk. Tehát ezek mind igazak voltak. De hogy összeesküdtünk volna, hát amennyiben a rendszeres összejövetel, kis sörözgetés, fröccsözgetés és közben beszélgetés, összeesküvés, akkor összeesküvők voltunk. Így ebben a formában már lehet vállalni akkor ezek szerint. A következménye, ugye ott van fiatal emberként, akit eltávolítanak. Hát nehéz, hogy ugyan már most innentől milyen jövő vár rám. Ezen akkor igazándiból nem gondolkodtam, mert ugye ott volt 1968 is. Most vannak olyan típusok, akik hát rossz szó, de szívesen vállalják a vértanúságot, vagy a mártíriumot. És én úgy gondoltam akkor, hogy mégiscsak kellenek olyanok, akik elmondják, hogy nem értünk egyet a Csehszlovákiába való bevonulással. Magunk módján, amit megtehet, ez ellen tiltakozunk, tiltakoztunk, és így tovább. És hát végül is magam szempontjából mondhatom, szegény társaimra ez ne legyen igaz, hogy tulajdonképpen megérte, hogy néhány embernek a pere így oda került, és most ma a történelem visszaigazolhatja, hogy a magyar nép igazi hangulatát mi képviseltük, vagy én képviseltem, amikor is tiltakoztam ez ellen a bevonulás ellen. Mikor került sor az ítéletre, és hány évet kapott? Az ítélet 1969-ben esett meg, 5 évet kaptam a lehető legsúlyosabb minősítéssel, államellenes összeesküvés, kezdeményezés és vezetése, a társaim pedig hát összeesküvésben való részvétel cím. Hozzáteszem, hogy az egész per nevetséges volt. Egyetlen egy epizódot említenék. A bíró a revizionizmusunkra, tehát arra, hogy ugye a irredentizmusunkra, ugye a történelmi országunkat szeretnők visszaállítani, mondta azt a példát, hogy az egyik vádlott nevezetesen Cseresnyics Gábor, teljesen mindegy, XY, olyan kijelentést tett, hogy a magyar határt az Uralnál kellene meghúzni. És hát erre a többiek azt mondták, hogy túlzok. Erre ő fölháborodott. Miért? Azt mondja a másik, Tóninak hívták, szegény, azóta már halott, az Vlagyivosztoknál akarta a közös magyar-japán határt. Na most kérem, erre a tárgyaláson nem nevetés tört ki, hanem az emberek lehajtott fejjel, a bíró maga is szörnyűködtek, hogy ilyen emberek akadnak. Mi pedig magunkba döbbenten néztük, mert hát ez egyszerűen nevetséges. Mert ilyen légkörbe folyt akkor. Bekerült a börtönbe, tehát 69-ben, ugye akkor ezek szerint. Általában azt mondják, ugye, hogy ha olyan úgynevezett jó társaságba kerül az ember, akkor az felér egy szabad egyetemmel. Ön hova került, kiket ismert meg? Hát itt két dolgot el kell. Milyen világ volt akkor, 69-ben a magyarországi börtönben? Még előzetesen, még ne kerüljünk a börtönbe. Meg kell mondjam, hogy a vizsgálati fogságomat a Gyorskocsi utcában a belügyminisztérium politikai vizsgálati osztályán töltöttem. Ez a bizonyos pár hónap, amit ott töltöttem, ez az életem talán legszörnyűbb időszaka, ezt hozzá kell tegyem. Persze van egy másik dolog, amit aki nem élt meg, az nem tud. Nekem az első este volt, mert behívtak egy kihallgatásra, amiből aztán már nem tudtam távozni. Na most este közölték velem, hogy le vagyok tartóztatva. Nem így, nem ilyen szavakkal, naivitásomról most sokat mesélhetnék, hogy meg se értettem, mert ugye a vizsgálótiszta azt mondta, hogy másnap folytatjuk a vizsgálatot, és hogy ne fárasszanak, hogy most hazamenjek, és mit tudom én. És én még naivan mondtam, hogy miért? Ne, hát én bejövök holnap, ha kell, 5-re, 4-re, amikorra kell. Érezte a lojalitást a részükre, hát természetes. Azt mondja, nem lehet, azt mondja nekik, van itt egy vendégszobájuk, ahol itt tartanak. Aztán behivatott egy főtörzsőrmestert, a főtörzsőrmester elvezetett, és közölt, hogy le vagyok tartóztatva, amit a vizsgáló nem tett meg, de hát ez ilyen humoros, ha nem.
az a pillanat, amikor közlik az emberre, hogy le van tartóztatva, az olyan, mint amire Cézár mondja, hogy a kocka el van vetve, vagy én most már átmentem a Rubikon. Tudni, amitől addig az ember félt, hogy jaj, letartóztatnak, és itt a hirtelen megszűnt. Az ember ettől a pillanatok kezdve tudja, hogy egy más állapotba került, bennem a félelem akkor megszűnt. Tehát a legrosszabb mindig valahol a bizonytalanság. Az, amikor még tudnak zsarolni. Most hát ettől kezdve engem nem lehetett az zsarolni, hogy vigyázz, mert letartóztatnak. Hát le vagyok tartóztatva. Tehát ez már itt most már, ez már egy más kérdés, hogy mennyit kapok ítéletbe, és itt tovább, az most már a jövő személy. Na ez az első, amit akartam. Na, a második, a vizsgálati fogság, tehát borzasztó kellemetlen volt. A börtön ezzel szemben nem. Akkoriban, és ez nagyon fontos, ezt most pont az utóbbi idők eseményei miatt fontos hangsúlyozni. Akkoriban, ez 69-ben volt, a politikaiakat nem keverték össze a köztörvényesekkel. Tehát én a Zárkámban, most a odaszállítás az egy más, akkor voltunk együtt, de én a Zárkámban politikaiak között voltam. Most ezek lehettek többfélék, lehettek izgatók, rendkívül érdekes emberek voltak, ilyenek. Nagyon sokan voltak 56-osok. Ezt az ország akkor nem tudta. Azt hitték, hogy 63-ban szabadultak. De hogy szabadultak? Rengeteg ember ült még. Tehát én jó magam is, jó pár 56-ossal ültem. Továbbá ott voltak kémek, államellenes cselekményeket elkövetők. Ott voltak mellette még egyebek, tehát úgynevezett összeesküvők, így például a hírneves jezsuita összeesküvők, aztán ott volt az állandó összeesküvő huszárkapitány és pap Tabódi István, aztán ott volt több egyéb neves szerzetes, így a Lénárd Ödön atya, akiről ugye köztudott volt, hogy a legtöbb időt ő töltötte magyar börtönbe. De ott volt az igen becsült általam, igen becsült Keglevics atya, aztán ott volt még Pák Tibor, aki a későbbiekben ide került. Aztán majd még, ha erről beszéljünk, közül a mai magyar közszereplők közül, hát ugye Pák Tibor volt egyidejű közszereplő, most már kevésbé. Papok egy része is már sajnos elhalálozott. Mai magyar közszereplőknél éppen az az érdekes, hogy nem voltak ott. Egy példa. Mi voltunk az úgynevezett gyógyszerész összeesküvők, voltak mellettünk jogász összeesküvők is, és voltak a banki műszaki főiskolák. Tehát gyakorlatilag minden szekció képviselte magát. Valószínűleg valami olyan félelem is élhetett akkori politikai vezetésben. Kordába tartsák ezeket. Hogy volt a prágai tavasz, majd voltak a franciaországi nagy diák megmozdulások, stb. Hogy nehogy Magyarországon is valami ilyen bekövetkezzék, ezt megelőzendő, vagy egyáltalán kezelendő valahogy tegyük. Jó magamnak az annyi igaz, hogy komoly lengyel kapcsolataim voltak, és így a lengyelországi diákmozgalmakat pontosan ismertem, és ha ez összeesküvésnek számít, szerettünk volna egy magyar, lengyel, cseh, hogy mondjam, diákszövetséget létrehozni. Hát ennyiben akkor talán tényleg összeesküvő. Ez a kapcsolat, ez érzelmi jellegű is volt egyébként? Érzelmi jellegű is volt, egy lengyel kislánynak udvaroltam. Sőt, akkor mondhatom, nyugodtan mennyasszonyom volt, és pont a letartóztatáson vetett véget aztán az ügynek. Visszatérve, tehát valószínűleg volt bennük egy olyan félelem, nehogy kialakuljon itt is valamiféle diák mozgalom. A kérdés lényegére visszatérve, a jogász összeesküvők maoisták voltak. Az összeesküvők vezetője egy bizonyos Koronics nevű fiatal ember, azt hiszem harmadéves joghallgató, de nevessenek meg, a pontos évfolyam nem biztos. Na de valamennyien tudjuk, hogy a maoisták és a maoista mozgolódásnak olyan neves szereplői is voltak, mint Kis János, Haraszti,
és nem utolsó sorban Dembski Gábor. Na de érdekes módon a maga maoista összeesküvés az maradt egybe a szűk körbe, és vezetőként ült ott egy kis ember. Érdemes ezen elgondolkodni. Érdemes, hogy mi lehetett a háttér. A másik, hogy ezek az emberek itt ültek, ezek az egyszerű diákok, gyógyszerészek, főiskolai hallgatók a műszaki főiskolára, tehát Bánki Donátról, jogról, ahogy hallottam, műegyetemről is voltak belekeverve. Na de ezek sehol később nem szerepeltek idézőjelben, mint hivatalos ellenállók, pedig ezek kérném éveket ültek. Hát jó magam is 5 évet kaptam. A másodrendű 3 és felett, és most menjünk lefelé sorba. A Szirmai, aki a Bánki összeesküvők vezetője volt, ő is 3 év körül kapott a, hogy hívják, a Koronics, amennyire emlékszem rá szintén, tehát mi megkaptuk a magunkét. Na de ezek az úgymond ellenállók, akik aztán később szerkesztettek ezt, azt, amazt, erről is lehet pár szót szólni majd, azok sehol semmit nem ültek. Sőt, én elmondhatom azt, hogy amint említettem, a Gyorskocsi utca volt az életem legrosszabb élménye. Ott a vizsgálótisztem ugyanaz a személy volt, akihez Dembski Gábor bement számon kérni, hogy ő nem kap állást. Ő kijött és állást kapott. Engem beidéztek és bent tartottak. Igen. Ebből is lehet némi következtetést levonni. Én csak a tényeket mondom, és direkt nem akarok többet, mert én nem láttam senkinek az aláírását, én nem tudok semmi ilyesmit, de ez viszont logikában... tény, hogy magát viszont marasztalták. Igen, ott marasztaltak. Készültek, főztek, milyenek voltak ezek az ott eltöltött évek? Hogy emlékszem? Most önmagában a börtönben rendkívül érdekes világ volt. Egyrészt a volt 56-osok annak idején, ez mind a gyűjtőfokász, tegyem hozzá, Kozma utcai intézet, politikaiak akkor ott ültek. Leszámítva nagyon kevés kivételt, nők közül voltak, akik kalocsán, és néha szegény Tabódit elvitték ide-oda, mert már túl sokat verték meg, itt próbálják mások is verni. Egyébként... Tehát akkor ezek szerint nem volt egy olyan aranyélet. Bocsánatot kérek, kivételes személyek esetében. Ha az ember úgy érezte, hogy mint én részemről, én betartom a szabályokat, nem ugrálok, nem pofázok vissza az őrnek, és így tovább. Ügyelek azért a saját méltóságomra, de nem. Akkor végül is az embert nem bántották. Ha leszámítom azt, hogy miután nem akartak kedvezményt adni, ezért fegyelmit indítottak ellenem olyan jogcímen, hogy megszegtem a szabályokat, és engedély nélkül tanulni merészeltem, nevezetesen franciául. Hát egy fiatal ember tudásszomja van felvétezve, ugye, és ezeket az éveket azért nem lehet csak úgy felelőtlenül. Ne, hát a börtönkórházban dolgoztam. Volt engedélyem biológiai, élettani, egyéb tanulmányokra, sőt, lengyel nyelv további folytatására. Na most az árkatársam egy jezsuita volt, aki viszont franciául, mert ő a fordító irodában dolgozott, ahova később aztán engem is átvittek, és hát ugye neki francia irodalom ott volt a kezébe, ő franciából és németből fordított, tehát neki szabad volt. Na most én ugyanezekből a könyvekből olvasgattam, tanultam az ő kis segítségével, hát most ez volt az, ami miatt aztán 15 nap szigorított magánelzárást kaptam fegyelmi büntetésként, és a lényeg az, hogy nem kaptam meg a harmadot, amivel előbb kijöhettem volna a börtönből. Mert nyilvánvalóan itt is kilógott a lóla. Az akkori időkben, hát ezt az idősebb nézők emlékezhetnek rá, ugye akkor mindig iszonyú propaganda volt, mind a tudományos szocializmusban, mind a történelem hamisításban, hogy a cári Oroszországban a szegény kotyviákokkal, rabokkal, politikaiakkal mit csináltak, ezt azt.
hozzáteszem, a cári Oroszországban akkor volt olyan rab, aki magánlaboratóriumot tartatott, nyelvtanulásban be senki soha nem korlátoztak, de az állítólagos elnyomó Habsburg börtönökről csak annyit, hogy Kossuth Lajos a börtönbe tanult meg angolul, nálunk pedig egy kis francia tanulásért ugye fegyelmi zárkát kaptam. Szóval ennyit a humanizmusról, amit a szocializmus képvisel, hozzáteszem, hogy ma már tudom, hogy nem csak az a kommunista szocializmus képviselte ezt, hanem ezt képviseli mindegyik szocializmus, az új baloldal is, lett légyen angol vagy francia, lett légyen német, szociáldemokrácia nem sokban különbözik. Tehát akkor a 15 nap magánzárkát kapott, akkor különösen veszélyes ellenállónak minősíthették abban az időben, és dolgozni, vagy hogy teltek ott a napok? De a napok jól teltek, és most itt azt akartam még egyszer illusztrálni, hogy egyszer. Engem senki nem bántott. Ezt hozzáteszem, vizsgálati fogság alatt sem alkalmaztak fenyítést. Ez azért érdekes, mert most bezzeg az 56-50 éves évfordulója után nem egészen így volt a helyzet. Egészen durva visszaélésekre került sor. Akkor a börtönben a politikaiakkal voltak, kivéve a munkahely, ott dolgozhatott együtt köztörvényessel is, de zárkában csak politikaival volt, nem voltak everés, és hozzá kell tegyem, hogy a börtönőrök döntő többsége tisztelte a politikaiakat. Tehát nem az van, ami most, hogy hívják. Most tulajdonképp újra éled a Rákosi idők, amikor is az volt fölírva a börtönőrnek, hogy ne csak őrizd, gyűlöld is. Most ugyanezt tették október 23-a után, egyesekkel már előbb, a szeptemberi hónapokban, amint ezt ugye nyilván jól tudják a nézők, ha a vizsgálóbizottságnak a Morvai Krisztina, a Völgyesi, Szőr, stb. Vizsgálóbizottság jelentéseit ismerik. Itt jó nagyot ugrottunk, menjünk vissza még egy kicsit. Nem, ez csak példaként kellett mondjam, hogy akkor, abban a kommunista rendszerben, akkor még nem is volt igazán, mert ugye a 70-es években jött aztán ki az a fajta legvidámabb barak szemlélet, tehát még az se volt, de hozzá kell tenni, hogy ez már nem volt, és politikaira vigyáztak. Előfordulhatott, hogy köztörvényest megvertek ilyen vagy olyan cselekedetért, politikainál ez nem fordult elő. Hogy folytatódott, alakult az élete? Tehát letöltötte azt az 5 éves büntetést? Vagy az 5 éves büntetést nem kellett letöltenem. Az Isten mindig megemlékezik a benne bízókról. Én pedig éppen azt írtam, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik, így a börtön is. Én ott végül is szellemi munkát végeztem, intelligens társaságban voltam, és még tanultam, és igaz, hogy ezért kaptam egy kis büntetést, de 1970-ben, idézőjelben mondom, felszabadulásunk 25 éves évfordulójára amnestiát hirdettek meg, aki az 5 év alatti, illetve 5 éves büntetésekre vonatkozott, így rám is vonatkozott, és megfelezték a büntetésemet, tehát 2,5 évet kellett leülni. Hogy alakult az élete utána? Munkahely, hova került? Ezekről mind sokat lehetne beszélni. Kínai gyógyszerárügyárba kerültem, hozzáteszem, ugye majdnem végzett gyógyszerész hallgató voltam. Én úgy mentem oda, hogyha technikusnak fölvesznek, jó, belépek, stb. Hát erre közölte velem a munkaügy is, hogy hát ne haragudjak, de hát szó se lehet arról, hogy beszámítsanak bármit is, betanított munkásként tudnak fölvenni. Erre mondtam, köszönöm, akkor veszem a kalapom, és átmegyek Cseperre a vas- és fémgyárba, mert ott lehetek betanított munkás, ugyanúgy, mint itt, de már majdnem végzett gyógyszerészként egy gyógyszergyárba, hát nehogy azt mondják, hogy nem tudok annyit, mint egy szakmunkás. Hát elmondták, hogy ez oké, de ez csak a Rákos időkben volt, hogy ilyet lehetett csinálni, most nem lehet, mert ez az eléres, különben is azt mondja, miért nem fejezte be? Ezek olyan apróságok, amik úgy jellemzik a dolgokat, mondom, miért nem fejeztem be, és akkor elétettem a börtönből a szabaduló levelemet. Végigolvastam, hogy is, és összeesküvés. Hú, azt mondja, ez kemény dolog. És akkor rám néz, megkérdezi, és ez igaz volt?
Hát ugye én most nem tudtam, milyen emberrel állok szembe, meg hát én most jöttem ki. Most mi is a jó válasz. Két és fél éven föl van függesztve, bármilyen kicsiségért visszavihetnek, és akkor újra tovább ülök két és fél évet, három év időtartamig, nagyon vigyáznom kell. Én csöndben annyit mondtam diplomatikusan, hogy a bíróság így látta. Gondolkodott egy percet, azt mondta, ez szabálytalan, de föl van véve. Magyarul technikusnak beírt és fölvette, teljesen szabálytalan. Ez az akkori időkre is jellemző egy kicsit, hogy voltak helyek, ahogy így van. Később, hogy ne legyen ebből konfliktus, természetesen elvégeztem, letettem a vizsgákat, kész. Nem volt gond. De amikor megjelentem a munkahelyemen, és először elmentünk az étkezőbe, mert ugye ezek olyan helyek voltak, én akkor erős dohányos voltam, dohányozni pedig csak a kijelölt helyen lehetett, hiszen a vegyi üzemek, a gyógyszergyárak is e közé tartoznak, szigorúan tűzveszélyes üzemek, és ott vigyázni kell. Bemegyek először, és ott egy kedves barát, aki úgy átvett, és ugye az akkori időkre jellemzően mondott dolgokat, bemutatta ott az asztaltárságot. Csak akkor döbbentem meg, hogy hol vagyok. Mutatja, hogy XY doktor. Mondom, hogy van ez, ki ez, mi? Hát látom, fizikai munkát végez. Ja, hát ő a Sorbonon végzett jogász, csak éppen most nem felel meg a derék kormányunknak, és hát itt tengeti a napjait. Akkor velem szemben egy másik orvostan hallgató kirúgták az egyetemről, és szinte csak ilyen félretett emberek között voltunk, akkor a kínainnak hihetetlenül jogárdája volt. Mondják, hogy még hogy hívják, az udvaron a hordót is technikus gurította, vagy esetleg nagyobb képzettségű más személy, tanár, orvos, nem orvos, csak orvos, a hallgató, és jogász, és így tovább. Úgyhogy ebből a szempontból jó volt. De más szempontból azt mondom, hogy visszakívánkoztam a börtönbe, mert egyrészt három műszakos fizikai munkát kellett végezni, másrészt pedig olyan mértékben ellenőriztek, és ugye a két és fél év, három évig ott lógott a fejem fölött. Hogy bármikor bármilyen ügyel gyakorlatilag visszavihetik az embert. Oly mértékben ellenőriztek, hogy az kétségbejtő volt. Jellemző, hogy a megnősültem nem sokkal utána, és tulajdonképpen előzőleg ide a feleségem egy barátja révén kerültem be, aki hát ott üzemvezető volt, és hát úgy vett oda be, és ő mondta azt, hogy Batu, két évvel később. Batu azt mondja, ha tudtam volna, hogy ezzel jár, bármennyire szeretlek, szeretem a Katit, ismerlek benneteket, nem vettelek volna. Mert őket is annyit macerálták. Tehát volt mi tartani nekik is a hátukat, ezért persze, tehát becsület az ilyen embereknek, akik ezt felvállalták. A kádári időknek, az a helyehúja időknek az árnyoldala, amikor az emberek nem tudnak. Pártkötődés. Egy pillanat, és akkor végül is ez eltartott egy jobb 10 évig. Amikortól kezdve már csöndesebb lett a helyzetem, akkor kaptam először útlevelet, és hát most útlevél alatt értsük azt, hogy a szomszédos Romániába, akkor mehettünk ki a feleségem rokonai ott először. Addig temetése semmire nem engedtek ki, se esküvőre, semmire. Mindig visszaköszönt, hogy politikai büntetés hatája alatt áll. Semmilyen büntetés hatája alatt nem álltam. 6 évig tartott a közügyektől való eltiltásom is, de végig ez jött 10 éven keresztül vissza. Pedig gyakorlatilag akkor már elérült ez az egész. Mindegy. Ez volt. Na most, a másik, ami borzasztó volt, hogy ugye sem a teológiát nem fejezhettem be, a kitiltó határozat ugyancsak érvényben volt. Ezt 10 évvel később, tehát 81 végén egy ügyvéd ugyan elintézte nekem, hogy visszavonták, de akkor én már 35 éven túl voltam, a gyógyszerészkar pedig csak nappalim volt, ebből kifolyólag nem fejezhettem be. Hiába csak három vizsgám és a fél évvel gyakorlatom hiányzott. Igen, tehát egy olyan ember ugye, aki összeesküvés vádjával ül a börtönbe, kizárt dolog, hogy nem foglal állást, nem mondja el a véleményét,
nem akar valamilyen közösségbe tartozni, párkötődés, kicsit beszéljünk róla. Hát ha most az akkori időpártyát veszem, az ahhoz aztán időben, nem volt kötődésem, igen. Tehát ez nyilvánvaló jellemző, hogy az egyik bűntárs, idézőjelbe teszem, hallgatót, aki 3-4 év után nagyon rövid ítéletet kapott, azt is megharmadolták neki, úgyhogy összesen fél évet ült csak. Ő valahogy el tudta intézni, hogy megszüntessék a határozatot, rendbe jöttek a dolgai, és egyszerűen 5 év múlva befejezhette az egyetemet. Miután őt nem akkor tartóztatták le, mint engem, neki meg is voltak a végső vizsgái, neki gyakorlatilag a fél éves gyakorlatot kellett csak tenni, és az államvizsgát letenni. Nos, őt nagyon piszkálták, macerálták ott a helyi íze, hogy lépjen be a pártba. Ő mondta, jó, hát akkor belép a pártba. Beadta a jelentkezését. 1 hét múlva behívatták a párt központba, és közölték vele, hogy nem szégyelli magát. Egy ilyen szemtelen rohadt csaló, aki politikai összeesküvésért ült, és most a pártba jelentkezik. Úgyhogy ennyit az akkori párt viszonyokról. Az új, hát az a változások ugye 88-89-ben indultak be, én 88-ban az MDF-be azonnal jelentkeztem, Lakitelken többször voltam, Lezsák Sándorra jó viszonyba is kerültünk, de az akkori élgárdával, mikor az MDF pártá hogy állt össze ez a Lakiteleki társulat? Ebben én nekem részem nem volt. Én oda kötöttem akkor, amikor már ők összeálltak. Tehát én tudtam a Monori találkozóról, de oda én meghívva nem voltam. Én tudtam a Lakitelekről, ahol az utolsónál ott voltam, de csak az utolsónál, és amikor végül is összeállt, hogy párt lesz belőle, akkor 100-valahányas sorszámú tagsági könyvet kaptam. Ezt otthon őrzöm. Hozzáteszem azonban, hogy ott is vannak olyan dolgok, amikről nem beszélünk. Ha már erről van szó, akkor egyik édes élményemet... Csak arról beszéljünk, amiről eddig nem beszéltük. Jó, akkor egy édes élményemet elmondjam. Az MDF felső országos kongresszusa az 89 márciusában volt. A kongresszust már lehet, hogy február, de február-március, valahogy így, hiszen március. A kongresszust a közgazdasági egyetemen tartották, én is kongresszusi küldött voltam, volt némi kapcsolatom is, mert mi akkor a Budapest második kerületi MDF-ben voltam, és annak egyik vezetője voltam, és hát mi próbáltunk egy összbudapest, egy nagy budapesti MDF-et összehozni, az miért valamiért az MDF vezetősége akkor nem akart. Hát mi vagy 6-7 kerületet azért csak összehoztunk, ismertük egymást, eljártunk egymáshoz, és megbíztunk annyira egymásban, hogy tudtuk, hogy számíthatunk a másikra. Visszatérve, maga a kongresszus rendkívül derűs volt, hiszen a Marx szobort egy lepellel takarták le, és ott előtte az aulában ültünk a székeken. Ez volt az a kongresszus, ami előtt jobban voltam Csóri Sándorral is, aki elmondta, mert éles vita folyt már a kongresszus előtt, hogy most párt legyen az MDF, vagy maradjon mozgalomnak. Én mindenképp azok között voltam, aki a mozgalom mellett álltak, és nem szerettem volna egy ennyire vegyes összetételű társaságból pártot, mert kilógott a lóláb, itt találkoztunk ezzel, azzal, amazzal, és megláttam, hogy mennyire eltérő emberek vannak, akik előtt egyedül egy negatív cél van, hogy ezt a mostani telzavar. Hogy aztán utána mi lesz, senki se tudta, mert mindenkinek más volt a véleménye. Nem volt egy közös, hogy mondjam, alap. Ugyanígy nem volt közös benne, és majdnem szétrobbant. Tehát benne volt már akkor a szétforgácsolódásnak benne a veszélye, amennyiben a közös benne alaptéziseket nem tudjuk tisztázni. Benne volt, és benne volt főleg abban a kérdésben, hogy most maradjon-e mozgalom, vagy legyen párt. Iszonyú éles összecsapások voltak a saját kerületünkben is, de ez a kongresszuson is előjött. Na most
A kongresszus előtt nem sokkal, mert én többször vettem részt a Hitel főszerkesztőségében, ahol az MDF belső vezérkara és holdudvara ült, oda Csóri többször meghívott, tehát ott többször részt vettem. Ezt annak köszönhettem egyébként, hogy az első feleségem, aki szegény elhunyt, az egy ravasz unoka lévén, Bibó Istvánnak még ráadásul a keresztlánya is volt, és ezért ezeket a köröket ismerve és ebből kiindulva is volt tekintélyem. Jól lehet, magam katolikus vagyok, és katolikus teológiára jártam, és visszatérve, tehát ebbe a belső körből ismertük jól, és hát Csóri sokszor meghívott. Ő mondta nekem ezen első kongresszus előtt, hogy ezt a nagy vitát, ezt majd most megoldjuk, mert sikerült megnyernem Antal Józsefet, aki majd eljön, és majd aztán megoldja ezt a kérdést. Tehát én nagyon örülök neki, ha ez így lesz, boldog leszek, meglátjuk. Nos, eljött Antal József az MDF első országos kongresszusára. Hozzáteszem, hogy tudjuk, hogy részt vett Alaki Telki sátorba, de azt is tudjuk, hogy direkt úgy ült el a sarokba, hogy kamera ne vegye fel, és hogy a hangját ne hallják. Tehát akkor még gyakorlatilag nem foglalt határozottan állást. Nem foglalt állást, nem volt meg az a kötődés, ott kell lenni, mert ott kell lenni, ez a tipikus magatartás. Ott kell lenni, de azért ne legyek azért úgy, hogy... Reflektorfényben, ugye, véleményemet ne hallják, majd kialakul a helyzet, és akkor mondom így a magam. Mert ha ezt nézzük, hogy akkor kik merdék a nevüket, címüket, telefonszámukat adni, és így tovább, ezek között nem volt Antal József, meg még sokan mások sem, akik ma nagy szereplőként játszunk. Mindegy. Lényeg az, hogy eljött a kongresszuson Antal bemutatkozása és beszédje. Kérem. Kitapsolták és kinevették. Ezt hitelesen merem mondani, mert ott voltam. Akkora bukást életemben szinte nem láttam, mint ez több volt. Nem, hogy nem oldotta meg az ellentétet, hanem egyszerűen megfutamodott szégyennel kész, bár az MDF belső vezetése és köre, akik őt élre akarták tenni, azok nyilván favorizálták, de a küldöttek nem, mert kitapsolták. Ebből látszik, hogy nem vagyok jó politikus, akkor magammal meg is egyeztem, de egy bukott ember ebből nem vesz senki. De akkor én még, tisztelt nézők, én még semmit sem tudtam arról, hogy mi az, hogy háttérhatalom, és mi az, hogy a háttérhatalom ültet nyakunkra olyan embereket, akiket nem mi választunk, nem is mi akarunk. Hát ott maga ez a kongresszus kifütyülte. És mégis két kongresszussal később már ő volt az MDF elnöke. Én már akkor nem voltam MDF-től. Mert én, ahogy megalakult, ezt követően talán két hétre a KDNP, a Kereszténydemokrata Néppárt, én rögtön odaléptem be, és az MDF tagságomat megszüntettem. Úgyhogy én az MDF-nek, mint pártnak nem is voltam tagja, mert ezen az első kongresszuson nem döntöttek még erről. Később alakult párt, de én akkor már egy másik párt tagja voltam, egyedül annak a pártnak a tagja, a KDNP-nek. Milyen megbeszéléseken és tárgyalásokon vett részt abban a periódusban? Most ez egy jó kérdés, mint MDF-ese, vagy már mint KDNP-s? Volt-e olyan lényeges az MDF ciklusban, ami... MDF ciklusban ezen az első kongresszuson volt, mert ott már kiderült, hogy a belső holdudvar manipulálni akar, és vezetni akar. Így például, mondok egy példát, második kerületi tagunk volt Szigeti Gábor, aki azóta egyetemi tanárként és így tovább kiváló emberként van, de ő eleve kikerült ebből a körből. Nos, Szigeti Gábornak sem akartak például szót adni. Szigeti Gábor, hogy szót kapjon, azt úgy tudtam elintézni, hogy az előbb említett kerületekkel, akikkel meg volt a kapcsolatunk, és még néhány Pest környéki szervezet csatlakozott, és én akkor oda mentem névrokonomhoz, Bakos Istvánhoz, aki szintén az MDF-nek akkor vezetője volt, azóta már régóta nincs ott, mint ahogy a bíró se, és most sorolhatnék neveket, akik inkább szocialista beállítottságúak, vagy a régi párthoz közük volt, és onnan kerültek ide, akiket szépen kipateroltak onnan, aztán finoman, ahogy az MDF vonult előre.
Szigeti Gábornál hoz visszatérve, tehát Szigeti Gábor nem kap szót. Én akkor körbe mentem egy perc alatt, mindenki aláírta, hogy ragaszkodnak hozzá, hogy Szigeti Gábor szót kapjon. Én előtte szóltam Gábornak, hogy készülj, mert beszélni fogsz. Hát dehogy, hát azt mondja, elzavartak, nem lesz itt semmi. Mondom, készülj, mert beszélni fogsz. Oda tettem a Papos István elé, és mondtam, hogy Pista, ennyien követeljük, és botrány fogunk csapni, ha nem beszél a Szigeti Gábor. Azt mondta, jó, azt mondja, nem volt benne, de azt mondja, a kedvedért beteszem, és akkor mondta, hogy ki a következő, mert akkor pont ő elnökölt, ki a következő, és hogy kikészüljön, mint hozzászól, és mondta, hogy Szigeti Gábor. Szigeti Gábor odajött hozzám, azt mondja, te ezt hogy csináltad? Mondom, az legyen az én titkom, de látod, hogy szót kapsz. Szigeti Gáborra kb. Egy fél évvel később, nem, a választások körül találkoztam újra, amikor már a választások megestek, tehát ez egy jó egy évvel az előbb említette után volt, csak úgy közölte velem, hogy milyen viták és egyebek mentek az MDF vezetésén belül, és hát ő, mint az Oktatási Bizottság egyik vezetője, ugye idézőjelben esélyes lehetett volna arra, hogy oktatási miniszter legyen, de körülbelül fél évvel a választások előtt már, mikor mentek ezek a dolgok, akkor már Antal Józseffel személyes konfliktusba keveredett. És most, egy jó egy évvel, tehát a kongresszus, első kongresszus után panaszkodott nekem, hogy Antal József cenzúrázta a cikkét, amit írt a majd volna a Magyar Nemzetbe, amire ő bement az MDF-be, és közölte, hogy kilépett, mert őt még a kommunizmusba se cenzúrázta. Igen, hát ez az igazi demokrácia. Tehát ott volt az MDF kongresszusán, belépett a kereszténydemokrata néppártba, test közelből látta, szinte részt vett ezekben az ügyekben, a rendszerváltás periódusában. Hogy látta, látja ma az akkori helyzetet, gyakorlatilag mit vesztett Magyarország a rendszerváltáskor? Hogy történt ez a rendszerváltás Magyarországon? Amit most utaltam arra, ugye, hogy én akkor nem tudtam, azt hittem, hogy mi majd magunk fogjuk a vezető rétegünket tulajdonképp kiválasztani. Hozzáteszem, hogy nem is volt különösebb szándékom, hogy egyénileg, hogy valahova, mit tudom én, magasabb posztra kerüljek, vagy bármi. Egy volt, és ez a KDNP-ben olyan értelemben bekövetkezett, hogy tehettem valamit. Tekintve, itt visszautalok egy kicsit a összeesküvésemre, amiben azért szerepelt egy olyan, hogy mi idézőjelben egy ilyen közép-európai Egyesült Államokat szerettünk volna csinálni, favorizálni, ami lényegében a volt osztrák-magyar monarchia területének egy kicsit kiegészített változata lett volna. Na most, amikor eljött ez az idő, akkor én a KDNP-n belül a külügyi bizottságba kerültem, rendkívül boldogan, hogy na most majd valamit tudok ezekért az ügyekért tenni. 1990. március elején, még a választásokat megelőzően 2-3 héttel, először Magyarországon, és először volt, vagy akkor még szocialista államban, volt egy nagy néppárti, vagy helyesebben, akkor kereszténydemokrata párti találkozó. Ezen jó pár olyan kereszténydemokrata párt is részt vett, akik akkor még emigrációban lévő tagjaink keresztül vettek részt, például az ukrán kereszténydemokraták, de hasonló volt akkor még a litvánok és az észteknek a küldöttsége és részvétele is. Ugyanis Nyugat-Európában és részben Amerikában a volt szocialista államok területéről emigrált kereszténydemokrata vagy keresztény politikusok kint tartották a kapcsolatot és kint éltették a maguk pártját illegalitásban. Na most ezeknek a találkozójának a rövidítése az volt, hogy ÜGREG, ez a emigráns és egyesült kereszténydemokrata pártok, akiknek a szervezetei, amint mondom, részben emigrációban, részben itthon. Mi akkor már itthon saját magunk. Mennyire voltak egy platformon? Ezt rögtön utána.
egymással az emigránsaink is együttműködtek. Tehát a Keresztény Demokrata Néppártnak a már itthon egy évvel előtte megalakult szervezete, és a nyugatra kimenekült valamikori demokrata néppártiak, így például Varga Laci bácsi és a többiek. Most róla nem akarnék itt nyilatkozni, de visszajöttek erre a konferenciára. Most nem csak a magyarok voltak így, hanem ilyen beállítottságban voltak lengyelek is, voltak a litvánok, akkor még csak kintiek voltak, vagy illegális szervezetek belül, meg az ukránok is, ahogy az előbb említett. Lényeges és ami érdekes, ami itt jön össze, itt derültek ki dolgok. Jó, magyar szokás szerint a vezetőink, Keresztes Sanyi bácsi, aztán Surján Laci bácsi és a többiek, ugye mind a nyugati vezetőpártokhoz dörgölőztek. Nekik az volt fontos, hogy a Demokrácia Krisztiána akkor még létezett, aztán korrupció miatt megszűnt Olaszországba, vagy a CDA, ez a holland keresztény demokrata párt, vagy a belga keresztény szociális párt, sőt a CDU, mert az is itt volt, ugye ezek körül mentek, ezeket körül legyeztek, udvaroltak. Én megláttam, hogy ott vannak ezek a szegény, hogy mondjam, ukrán mezitlábasok, mint az ukránok, a litvánok, szlovének, szlovákok, csehek, lengyelek. Mert hát ugye lengyelül beszélek is, valamennyire oroszul is azért tudok, és éppen ebben a két szláv nyelv után például megértem a szlovákot is, hogy lassan nyugodtan beszélnek, németül is értek és beszélek egy kicsit. Hát én ezekkel üldögéltem le, hol az egyikkel ebédeltem, hol a másikkal, összejöttem, egyeztettem és így tovább, és döbbenetes dolgokra jöttem akkor rá. Egyik. Szlovének. Akkor még úgy gondolkodtak, mint mi. Miután Németország megkapta azt a súlyos terhet, hogy az NDK-t kell a vállára cipelni, és ezzel akkor abban a percben úgy tűnt nekik, hogy nem tudják ezeket a kelet-európai államokat erősebben vinni és segíteni, ezért hagytak egy kis terepet, mozgást az olaszoknak, akik össze akartak hozni egy nagyobb szövetséget itt, Alpok Adria címszóval indult ez, de azt egy szorosabbá akarták tenni. Ebben Pozsonyban aztán volt egy nagyon érdekes gyűlésük is. Lényeg az, hogy ehhez a szlovének, csehek, szlovákok nagy lelkesedéssel csatlakoztak. És kiindult egy tulajdonképpen olyasfajta orientáció, vagy egy olyasfajta látókör, hogy esetleg a közép-európaiak egymással fogjanak össze. Ezen a konferencián éppen mert szerencsém volt, ugye az a litván, akivel személyes jobb kapcsolatba kerültem, körülbelül egy évre rá Litvániának a külügyminisztere volt, vagy az a szlovén, akivel együtt ebédeltem többször, és aki meghívott, hogy együtt másszuk meg a Triglávot, az nem egészen fél évre rá már Szlovénia miniszterelnöke volt. Azért mondom, hogy amiket itt összeszedtünk, és amikről mi beszéltünk és tapogatóztunk, ezek, hogy mondjam, nem a legegyszerűbb embereknek a gondolatai voltak, hanem olyanoké, akiknek a kezébe valami került. Tehát így gyakorlatilag létrejöhetett volna egy Alpok Adria államok közösség. Valami ilyesmi létrejöhetett volna, amiben Olaszország nagyon nagy segítő szerepet is vitt volna, de nem csak ez. Hanem létrejöhetett volna más. Most hadd mondjam ezt, hogy ukránok. Erről érdemes beszélni, és érdemes arról beszélni, hogy a rendszerváltáskor ki mit csinált és mit rontott el végzetesen, de erről még ma se beszélünk őszintén. Ukránokkal én többször tárgyaltam a keresztény demokratákkal, és azok mindig arról beszéltek, hozzáteszem, ők akkor még Münchenben voltak központjuk, és illegalitásban voltak, de azt mondták, hogy ők az önálló Ukrajnáért és az ezért adott támogatásért természetesen minden együttműködésre készek.
Itt nálunk a Kárpátalja, gyakorlatilag ez a kardinális kérdés, mi lesz a további sorsa? Pontosan ezt vetettük föl, és erről beszéltünk, hogy jó, nekünk jó az, ha van önálló ukrán állam, egyrészt azért, mert Oroszország távolabb kerül tőlünk, kerül egy nagy ütköző állam közénk, másrészt pedig hát nekünk Ukrajnával van közös dolguk is. Erők azt mondták, hogy a Kárpátalja kérdésében bármire hajlandók, döntsük el, hogy mit. Magyarul ebben az is benne volt, hogy esetleg Magyarországhoz csatlakozik. Na most jó, ezek emigránsok kint, hogy hívják, ne vegyük őket annyira komolyan. De ugyanaznap este a Panorámában is ezt vissza lehet játszani, a Ruh, azaz a nagy ukrán nacionalista mozgalom vezetője, amely pártként ma is komoly szerepet játszik Ukrajnában, annak a vezetőjének a szájából szó szerint hangzott el, hogy magyaroké volt 1000 éven keresztül, vissza kell nekik adni. Most ezek után egy évvel később megtörténik egy népszavazás. Nem is teljes egy év az eltérés, amiben Kárpátalja népe több mint 70%-ban a teljes autonómiára szavaz, amiben benne rejlik az is, hogy esetleg Magyarországhoz csatlakozni. Beregszászi járás... Tehát itt már gyakorlatilag nem csak a magyarokról lehet szó ebben a pillanatra, közben. A Beregszászi járásnál pedig ez az arány 90% fölötti. Kérem, ilyen népszavazás a világban a legritkább. Senki soha nem vette figyelembe. Beszélünk népakaratról? Beszélünk a népeknek a jogos önrendelkezéséről? Hát akkor hol van? Ezt a két népszavazást azóta se, ezt az egy népszavazást csak mondom az elmény, azóta se veszik figyelembe. Ha most azt nézzük, hogy 72,5% szavazott így, teljes Kárpátalja területén, aminek mondjuk a hivatalos statisztika szerint 18% a magyar, jó esetben 20. De ki az az 52,8, aki még így szavazott? A betelepült oroszok, nem vicc, a betelepült oroszok és a ruszinok, vagy rutének, mindegy, hogy hívjuk őket, kétféleképp hívjuk őket, kettő közt van valami különbség, lényeg az, hogy ők nem ukránok. Ezt többször elmondták. Így szavaztak. És ma is így éreznek, és így tudnak, bár hozzáteszem, hogy ezen népszavazás után 3 héttel Moszkvába repülő úton menve, Kijevbe leszállva egy hevenyészet papírra írta alá Jeszenszky és Antal József az ukrán-magyar alapszerződést. Amiről utólag azt nyilatkozták, hogy nem is olvasták előtte. Borzasztó felelőtlenség. És hozzáteszem azt is, erről is keveset beszélünk, hogy még ezt megelőzve, mikor már sejlett a levegőben, akkor egy ruszik delegáció volt Budapesten, akik kérték, hogy a magyarok ne mondjanak le róluk. Miután megtörtént az alapszerződés aláírása, ugyanez a delegáció Pozsonyba ment kérni a szlovákokat, hogy akkor legalább ők ne mondjanak le. És a szlovákok a mai napig nem mondtak le, ezt is hozzáteszem. Büszkék lehetünk az ilyen aláírásokra, azt hiszem. Jó, de ha most egy lépésre tovább megyünk, ez az egyik, ugye, mert a nagy külpolitikusunk vitte az ügyeket. Most én nem akarok a gazdaságról beszélni, biztos Drábik és mások elmondják világosan, hogy az adósságot se kellett volna a nyakunkba vállalni, de most mindegy. Van erre egy jó kis anekdóta, azért talán érdemes elmondani, hogy egyszer megkérdezték Németh Miklóst, hogy mit csinált volna abban az esetben, ami Antallal történt. Nos, én ezt magától Csóritól hallottam, hogy Antalt egyszer két külföldi még nem alakult meg a kormánya, fölkereste, és onnan, mikor ezek elmentek, félájultan esett ki a szobából, ahogy ezt Csóri elmondta, és mondta, hogy te Sanyikám, ezek kivonják a pénzt és összeomlók. Ezt a szituációt és ezt a helyzetet megkérdezték Németh Miklóstól. Hogy ő mit mondana erre? Lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy csak egy szépen kitalált mese, de jól hangzik, azért mondom el. Németh Miklós szó szerint annyit mondott, hogy ilyen szituációban én azt tettem volna, uraim, vonják ki, majd kérünk másoktól. És neki volt igaza. Mert például a japánokkal meg lehetett volna sok mindent oldani, ha minimálisan is arra felé orientálódunk.
Ez még egy szép hosszú történet ez lesz nagyon egyébként. Hosszú, ez egy más téma. Erről most, még nagyon most sokat fogunk beszélgetni, mert egyébként a következő 50 évünket azt föl is adhatjuk, hogyha ezekre a kardinális kérdésekre nem sikerül megoldást találni. Következő ilyen kérdés volt Szlovákia és Csehország szétválás. Ugye ez hosszan húzódott, hozzáteszem, hogy ott sem történt se népszavazás, semmi. Egyszerűen a cseh miniszterelnök és a szlovák miniszterelnök szépen megegyeztek és megcsinálták. Magyarország, aki ebben az esetben keményen érintett volt, hiszen Csehszlovákiával aláírt egyszer egy trianoni békeszerződést és aláírt egy párizsi békeszerződést, kérném. Nem Szlovákiával írta alá, és nem Csehországgal, hanem Csehszlovákiával. De te megszűnt az állam, akivel aláírtuk. Pontosabban kétfelé van. Innentől egy teljesen új Na szituáció. Most ebben az esetben a magyar diplomácia fölvethette volna a kérdést, hogy létrejön az önálló Szlovákia. Milyen alapon jön létre? Ha azt mondják a szlovákok, hogy kérem történelmi alapon, akkor a magyar kormány válasz, hogy nyugodtan az lehetett volna, és ez bárki elfogadta volna, hogy kérem, ha történelmi alapon, akkor van egy történelmi határunk. Idősebb nézőim nyilvánvalóan tudják, hogy miről beszélek. Ha azt mondják, hogy nem, hanem a népek önrendelkezési joga alapján, akkor itt csöndben megkérdezem, akkor a kárpátaljai nép önrendelkezési jogát nem vesszük figyelembe, pedig népszavazáson ki is mutatta. De térjünk ide-vissza. Akkor a magyar kormány fölvetette volna, hogy a határunk mellett egybefüggő rétegben ott élő még ma is jó pár százezer embernek is van önrendelkezés joga. Tessék megszavaztatni. Szlovákiához akarnak-e csatlakozni, vagy Magyarországhoz? Volt-e a magyar kormánynak álláspontja? A magyar kormánynak... Dolgozott-e egyáltalán a külügyminisztérium? A külügyminisztérium semmi. Egyszerűen tudomásul vette az egészet, és elsőnek ismerte el Szlovákiát, ahogy elsőnek ismerte el Ukrajnát is Kárpátaljával belül. Szóval ez eléggé egy ilyen birka effektus, ugye? Akkor hogy... Na most itt voltunk a másik. Itt most még mesélhetnék olyan esetet is, de ezt mondjuk inkább Raffay Ernőt kéne meghívni, és ő maga mondaná hitelesként, hogy mint államtitkár a Duna elterelésekor mi minden történt, és mehet... Elterelték a Dunát. Hát foglaljuk össze egyetlen egy gondolat, hol van a magyar határ? Így van. A magyar határ a párizsi békeszerződés szerint a Duna sodorvonala. A Duna sodorvonala. És miért nem a Duna sodorvonala? Azért nem, mert itt sem történt semmi. Most akkor elmondom az esetet tényleg röviden. Az történt, hogy volt egy szűk megbeszélés, amin részt vett a miniszterelnök úr, a hadügyminiszter úr, a hadügyminiszteri államtitkár, vagy hadügyminiszteri államtitkár Raffay Ernő nevezetesen, és a Magyar Honvédség főparancsnok, ahol abban egyeztek meg, hogyha a szlovákok elkezdik a Duna elterelését, akkor a magyar hadsereg azonnal bevonul az új nyomvonalig, és ezt nemzetközi jogilag is teljesen rendben lett volna, hiszen a Duna sodorvonalát tették el, ami az országhatár. És akkor még esetleg volt magyar hadsereg is. És még volt. Na most a lényeges az, amit Raffay mondott, hogy körülbelül két hónapra rá, hogy ez a megegyezés megtörtént, televízió be is mutatta, amikor elkezdték a nagy dömperekről a köveket begördíteni a Dunába, azaz megkezdődött az elterelés, hogy jött a telefon, hogy a határmenti laktanyák mozgósítva a tankok és szállító eszközök motorja jár, várják a parancsot, hogy bevonuljanak a területre. Na de a miniszterelnök úr beállította ezt is. Emlékezzünk, hol is hagytuk a Csehszlovákia szétválása. Cseh és Szlovákia mit tett akkor a magyar kormány? Azt hiszem, erről az előbb beszéltünk, és arról is, hogy a Duna elterelésén mi van, de valami elmaradt, mégpedig visszatérve a bizonyos 1990 márciusi konferenciához. Ott az előbb csak utaltam a litvánra, illetve a szlovénra, de most egy kicsit bővebben beszélünk a szlovákokról. Szlovák delegációt akkor Csárnogurszki úr vezette, az ő neve is ismert, ketten is vannak, van az Iván és a Ján. Az Iván az elhíresült később a Bőssy erőmű kapcsán, a Ján pedig Szlovákia miniszterelnöke volt, sőt,
volt közös miniszterelnök is még a csehszlovák kormány alatt. Ami itt igazándiból érdekes, hogy akkor a szlovákokkal egy eléggé durva beszélgetést folytattunk. Ők a ismerkedés után röviden azt vetették a szememre, szemünkre, hogy mi magyarok javíthatatlan irredentaként még mindig arra vágyunk, hogy Szlovákiát bekebelezzük, és ugye a szlovákokat leradírozzuk. Pedig hát tulajdonképpen csak arról lehetne szó, hogy valamiféle népességcsere, csak hát az a baj, hogy Magyarországon sokkal kevesebb szlovák él, mint Szlovákiában magyar. Fölakadt a szemük, mikor azt mondtam nekik, hogy én nem tagadom, hogy én valóban szeretném Szlovákiát vissza, és hogy a Tátrát annyira szeretem, hogy magaménak akarnám tudni. Itt azért fönnakadhatott a szemük. De mondom, azt azért jegyezzék meg, hogy nem zavar, ha ők a magukénak akarják, vagy szeretnék tudni a Balaton. Az igazi bajom azonban az velük, hogy javíthatatlan kisebbségi komplexusuk van, mind velünk, mind a csehekkel szemben. Hát erre elsápadtak 2 perces csönd után, olyan kényszeredett mosolyjal mondja nekem a Csárnoguszki, hogy hát 5 percesen beszélünk, és ennyi durvaságot vágtunk egymás fejéhez. Nem mondom neki, hogy ez annál is jobb, hogy ezután már csak szebbet és jobbat tudunk mondani. Elnevette magát, átölelt, na, hát akkor beszélgessünk. Beszéltünk erről, arról, amarról, megegyeztünk abba, hogy Pozsonyban majd találkozunk, és ott folytatjuk a beszélgetést, akkor már két, hogy mondjam, pártnak a találkozója lesz, nem egy ilyen nemzetközi konferencia. Erre a pozsonyi találkozóra valóban sor is került, akkor már Magyarországon a választások lezajlottak. Ez tehát 90 májusának végén vége körül lehetett. Ők viszont még választás előtt voltak, és hát kérték, hogy esetleg segítsünk a választásban, és így tovább. És tettek egy olyan ajánlatot, hogyha amennyiben a magyar keresztény demokraták elfogadnák azt, hogy Csehszlovákiában olyan keresztény demokrata párt, mozgalom, pártszótól ők nagyon fáztak, érdekes módon a cseheknél is más szót használtak, és ők is a knutya szót használták, ami hát nem is tudom, mozgalomnak lehetne talán fordítani, semmiképpen sem a pártszót, mindegy. Végül is pártszerű alakulatról volt szó. Tehát, ha Csehszlovákiában lenne egy közös csehszlovák párt, aminek lenne egy cseh, meg egy szlovák tagozata, és alkalmasint lehetne magyar is, ha az ukránok, pontosabban a ruszinok ugye ilyenre igényt adnák, az is, stb. És ha mi ebben támogatnunk őket, akkor ők még az ottani magyaroknak az autonómiát is hajlandók lennének megadni. Ez egy normális párbeszéd kezdete? Ez egy nagyon normális párbeszéd kezdete volt. A baj a következő lett, ami nem először történik, hozzá kell tegyem szlovák-magyar viszonylatba. A baj ott történt, hogy befejeződött ez a megbeszélésük, arra született egyesség, hogy mi segítünk nekik a kampányban, és itt tovább. Tehát én magam is arra vállalkoztam, hogy nem magyar területeken, tehát fönt az északi területeken, lengyelül akkor képes voltam ilyenre, segítem őket, stb. És végül is abban maradtunk, hogy folytatás Budapesten júniusban, ahol is leírjuk mindazt, ami itt elhangzott. Ezig nem is volt baj, baj ott volt, hogy ők egy kétoldalas, rövid összefoglalót készítettek ezekről a beszélgetésekről, és magyarra is lefordították. Ez volt a baj. Ha csak a szlovákot küldik, nem lett volna semmi baj. Mi volt a különbség? A különbség egyetlen egy apróságon múlott, hogy a delegáción tagja volt akkor Lánszky László, aki akkor a KDNP egyik országos titkára volt. Na most az országos titkárt ők jó indulatúan státni szekretárnak fordították. Magyarul. Ami magyarul jelenthet országos titkárt,
mert náluk ilyen funkció nincs, tehát ők nem, és jelenthet államtitkárt. És ők a magyar szövegben az államtitkár szót vették, a státmi szekretár. Most nehogy azt mondja, hogy a magyaroknál ez verte ki a biztosítékot? A magyaroknál a KDNP-n belül ez verte ki a biztosítékot, mert az egyik KDNP-s vezető fölháborodott, és óriási patáliát rendezett, hogy a Lánszky kiadta ott magát államtitkárnak. Holott erről szó se volt. A külügyi bizottság fejének elmagyaráztam, ketten együtt nem tudtok elmagyarázni, hogy értsék meg, egy fatális, hogy mondjam, fordítási tévedésről van csak szó, semmi többről. És hogy ezzel ne roncsuk el a dolgot. És itt tovább, szumma szummárum, budapesti találkozó azóta se volt, a kérdésről nem is beszéltek semmit. Utólag engem mindenki azzal intett le, hogy ezek a szlovákok, magyar falók, ezek úgy adtak volna autonómiát, és így tovább, és így tovább. Erre én azt mondtam, hogy bocsánatot kérek. Ha egyszer ez egy jegyzőkönyvbe szerepel, és utána a kormányra kerül, ami be is következett, mert Csarnogorszki kormányra került, ha nem teljesíti, az lehet, de az orra alá lehetett volna dörgölni az aláírt jegyzőkönyvet, ami viszont a mi hibánkból nem született meg. Hozzáteszem, nem példanélküli az eset. Mit még magyarázhatnánk igen, tovább. Igen, de egy normális külpolitikai irányba mozdulhattunk volna el. Ugye ezek a történelmi pillanatok egyszerű és megismételhetetlenek. Annyira egyszerű. És utána csodálkozunk, hogy rossz a kapcsolat, rossz a viszony, és mindent a másik oldalra hárítunk. Igen. Na most erre mondok mindjárt a múltról néhányat idézek, de egy dolgot hadd mondjak. Akkoriban aztán megalakult a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, aminek a megalapítója Püspöki Nagy volt. És a püspöki nagyot később kipucsolta egy bugár nevű úr. A püspöki nagyjal én egy évvel később többször találkoztam az Országos Széchenyi Könyvtárban, akkor ő már tudományos munkásságát folytatta, illetve próbálta a megint hiába való kísérletet a szlovákiai magyar nyelvű katolikus egyházmegyének a létrehozását, ami sajnos nem sikerült. Akkor én megkérdeztem tőle, hogy most mondanám meg őszintén, ismervén az akkori belső viszonyokat, és így tovább, hogy tényleg igaz volt, amivel engem vádoltak, hogy én csak itten szépítem a dolgokat, és a szlovákok úgysem adtak volna autonómiát. Szó szerint a következőt mondta, válaszként nem igaz. A szlovákok akkor azt hitték, hogy a magyarok erősek. Később rájöttek, hogy nem azok, és most már nincs is szó autonómiáról, és nem is lesz. Akkor lehetett volna. Nos, elmúlt egy pillanat, amit akkor nem fogadtunk meg. Persze ennek most van utóélete más variációban, hiszen a cseh lapok most pont arról írnak, hogy az EU határrégiók miatt a dél-szlovákiai rész így is, úgy is magyarrá válik, mert hát magyarok lakják. Igen, ami összeköt, az szét nem választhat bennünket. De még egy kérdés, Antal mit szólt akkor? Erre majd rögtön a cseh kongresszus kapcsán tudok válaszolni. Itt egyetlen mondatot tennék hozzá, mert ezt nem tudják. És én ezért nem szeretem, mikor tudatlanságból és egyebekből népek közötti rossz indulatot próbálnak keverni. Ne, mi a szlota szintjére ne süllyedjünk le. Vegyük tudomásul, hogy 1938-ban Magyarországon járt Tiszó. Azért jött Magyarországra, hogy megegyezzék a magyarokkal, hogy egész Szlovákia visszatérne, és nem lenne döntő bíróság, hanem egész Szlovákia visszatérjen, ha megkapják az autonómiát, és némi érzik. Magyarországon senki hivatalos felsővezető személy nem állt vele szóba. Ennyi. Megint ki volt az, aki beszél így a dolgokról. De menjünk tovább. Ugyanez volt Trianonban ám, erről se tudnak az emberek, hogy az, aki később a fő szlovák nacionalistának számít, és az úgynevezett Hlinka gárdáknak, a nyakába varnak sok mintet. Nos, maga Hlinka páter járt Párizsban, akit ugyanúgy internáltak, mint a mi aponyénkat, illetve a mi delegációnkat, azzal a különbséggel, hogy pap lévén egy kolostorba internálták.
és ott csak néhány amerikai küldöttel tudott beszélni. Ő azért ment vissza, hogy ne adják őket a cseheknek, ők a magyarokkal élnének együtt. Szó szerint azt nyilatkozta, hogy a magyarokkal éltünk, ahogy éltünk 800 éven keresztül, néha rosszul, néha jól, de keresztény magyarok és keresztény szlovákok együtt tudnak élni. A szabadkönyves csehekből azonban nem kérünk. Erre azt mondták neki, hogy maga is aláírta azt a közös nyilatkozatot. Erre válaszolt, az Isten megbocsát, nem tudtam, mit csinálok. És visszavonnám. Nos, ezekről nem tudunk. És mindig a szlovákok így, a szlovákok úgy. Ismerem a hibáikat, tudom. Értem őket, tehát beszélni is tudok velük. De ami jó, azt ne tagadjuk le, mert azért jegyezzük meg, hogy a Benes dekrétumok ellen hivatalosan senki más nem tiltakozott, most Mindszentiről nem beszélek, mint a szlovák püspöki kar. Ezt se tudjuk. Elítélték a Benes dekrétumokat, mert azt mondták, ez keresztény ellenes, ilyet katolikusok, keresztények nem tehetnek. De ezt se tudjuk. Tehát sok még a fehér folt. Sok a fehér folt, és azért jó, hogyha ezekről jó néha beszélni, mert akkor oldódnak a feszültségek. Nos, visszatérve ennyit, a másik kérdésre akkor hadd feleljek. A cseh kongresszusra engem küldött ki a párt, tehát a cseh keresztény demokrata kongresszusra, ahová azzal az utasítással küldött ki engem az akkori pártelnök, nem titok, Súrják Lászlónak hívják, hogy Batu, a csehek nagyon akarnak közeledni hozzánk, és velünk együtt akarnak működni. Tartsd a kellő távolságot, ez a miniszterelnök úr utasítása, mert nekünk előbb kell az EU-ba jutni, mint neki. Azért ez egy agyrém kategória. Ez oda tartozik. Hozzá kell tegyem, hogy én akkor hoztam el a cseh kereszténydemokrata mozgalom, vagy pártnak a programját, azóta is birtokomban van cseh nyelven, bárkinek bármikor be tudom mutatni, lefordítani, ami nem ezekkel a szavakkal, de ha az országok felsorolását vesszük, akkor pontosan ez. A valamikori osztrák-magyar monarchia föltámasztása volt a céljuk, egy új, korszerűbb köntösben természetesen. Nos, ez az, amit mi nem akartunk, mert nekünk Európai Unióban előbb kell bejutni, mint nekik. Nota bene, együtt jutottunk be, és ma ők állnak különbül, nem mi. Szép hosszú időbe telik, még utolérjük őket is. Egy kicsit beszéljünk még itt a környező országokról. Szóval megdöbbentő dolgok ezek. Az Antal nyilatkozat is, hát egyszerűen nem... Ebben a humoros az, hogy ez történt 1990. november végén, december elején. És 91 tavaszán ugye létrejött a visegrádi négyek együttműködése. Akkor még hármat, még nem vált szép Csehszlovákia. És akkor megkérdeztem Súrján, na ki ér előbb az EU-ba? Vagy tartsuk a távolságot? És akkor csak mosolygott. Hát igen, ez a mosoly, ezek a dolgok elég sokba kerülnek nekünk, ugye, hát itt van a történelmünk egy azonos, tehát együtt erősebbek vagyunk, a közös gondolkodás, egymás tiszteletbetartása, azért mégiscsak más pozíciót értünk volna erre az időpontra. Megint ugyanoda jutunk vissza, és ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, ez döntő kérdés, mert ugye rendszerváltásról beszélünk, ami egyébként nem történt meg, múltkor már erről szóltam, de most de miről van szó? Népünk, nemzetünk, valamiféle középvezetőink, vagy bárkiknek a választásából, akaratából vett képviselőink döntenek? Vagy másról van szó? Utaltam erre, hogy ugye az MDF annak idején hogy fogadta Antal Józsefet. Na de most utalhatnék arra, hogy 1993. decemberében, ez akkor volt, polgármesterként, a magyar polgármesteri küldöttségnek, vagy önkormányzati szövetségek küldöttségének egyik tagjaként vettem részt Poznányban, első két napban egy úgymond kelet-európai rosszó kongresszuson, és a második két napban egész európai önkormányzati, elsődlegesen polgármesteri kongresszuson. Nos, ott tényleg közel kerülvén, mind a csehekhez, mind a lengyelekhez, mind a szlovákokhoz, bár esténként nálunk a csehek és szlovákok voltak, lengyelek, mert vendéglátók kevésbé, hát a mi szállodai szobánkban egymás mellettiek ültünk össze. Világos volt első estén már kiderült,
hogy az, amit a cseh program úgy fogalmazott, hogy a valamikori osztrák-magyar monarchiának egy korszerű együttállását kellene megvalósítanunk, ezt szinte kivétel nélkül az összes delegáció, akik mind polgármesterekből állottak, tehát választott, hogy mondjam, közösségvezetők, mint jó magam is, egyöntetűen helyeselték, és azt mondták, ez a mi útunk, és nekünk nem egy egész Európa kell, hanem ennek a mi régiónknak a teljes összefogása. Na most a külső vezérlés, ami volt, ami a legfelsőbb vezetőinket ott is, itt is, mindenütt befolyásolta, vitte oda, hogy egy Egyesült Európába mentünk be, amiről kiderült, hogy az lehet, hogy jó azoknak, akik kimernek állni az érdekeikért, lássuk Lengyelországot például, vagy Csehországot, de nem jó annak, aki egy kicsit is meghugyászkodik, lásd Magyarországot, amelyik ma is nettó befizető, és egyre rosszabb lesz a helyzete, sőt, a magyarjainak, tehát a nemzettestvéreinknek a helyzetét sem tudjuk úgy garantálni, mint annak előtte. Lásd pont Szlovákia. Ékes példa, és Románia eddig, mert hogy beléphessen, egy kicsit alkalmazkodott, egy év múlva nézzék meg, ott is föl fog a szlovák szindróma támadni. Beszéljünk még egy kicsit a rendszerváltáskor, mit hagytunk ki? Ugye mi az, ami mellett elmentünk, mi az, ami ma máshogy lehetne? Egy kicsit a horvátokról is elcsúszunk. Horvátokkal kapcsolatban, ha már a környezők volt, ez is akkor utána a rendszerváltás egészéről, mert nem sok időnk van már. A horvátokról annyit, hogy az Antal sok hibája mellett egy nagyszerű dolgot is csinált, hogy a horvátoknak a fegyverszállításba belement. Rafa Jernő ugyanezt egy kicsit kisebbíti, mert azt igen, mondta szó szerint... Igen, emlékeznek rá biztos a kedves nézők, hónapokon keresztül ment ugye a Népszabadság és egyéb újságok hasábjain. Az, hogy most vittünk fegyvert, nem vittünk fegyvert, ugye? Na most kérem, tények. Rafai annyit mondott, hogy ugye könnyű fegyvereket vittünk, nem, nincs vita, kalasnyikovok magyar kézen átjutottak a horvát hadsereghez. Amit meg kell mondani, vagy népfölkelt, nem tudom, hogy nevezzem őket, azt meg kell benni, hogy vele becsületesen dolgozva kivívták a szabadságukat. Rafai annyit tett volna hozzá, hogyha kicsit bátrabbak vagyunk, és merünk nehéz fegyvert is adni nekik, sokkal kevesebb véráldozat lett volna, mert sokkal hamarabb kivívták volna, és véget tudtak volna vetni a harcoknak. Erre van egy kedélyes anekdóta, amit mondanak, és ez most visszacsatol a koronánkhoz. Azt mondják, hogy egy évvel a horvát szabadság kivívása után egy horvát-magyar katonai delegáció ült le, ahol a horvátok rendkívül kedvesen, hálásan köszönték a magyar segítséget, és hát jó hangulat volt. Ebben a hangulatban fölállt egyik derék magyar tábornokunk, és azt mondta, hogy ha már eljutottunk most ide, ilyen fegyverbarátság, népeink közötti újra jó viszony, barátság, hát újra helyre kellene állítani a régi történelmi együttélést, hogy a két ország, ugye társult országként élne tovább a Szent Korona alatt. Erre halálos csend, majd fölállnak a horvát tábornokok, vigyázba vágják magukat, és azt mondták, Horvátország erre kész, de hol van Magyarország? Anekdóta, úgy tudom, igaz, de lehet, hogy nem igaz, a lényeget kifejezi, mert a horvátok azonnal csináltak maguknak új alkotmányt, és a bevezetőjében pontosan azt magasztalják, amiről nálunk szeretnek elfeledkezni, a Szent Koronatant és azt az egyességet, amit Kálmán király a horvát nemességgel kötött, és aminek ők úgy mondják, köszönheti Horvátország a megmaradását és azt, hogy ma is van. Tehát ők tudják, miről beszélnek. Most visszatérve rendszerváltás körüli anomáliákra, hogy mit hagytunk ki. Nos, ezt hagytuk ki, amit ők nem hagytak ki, de mi kihagytuk, mert 1989-90-ben Magyarországon a néphangulat minden olyan volt, hogy lezárult egy korszak, újat kell kezdeni. Tudjuk, hogy szörnyű a helyzetünk, adósságunk van, ez történt, az történt, amaz történt. Rendet kell teremtenünk, ez munkával járhat, az egész nemzet
kész volt. Én magamról tudom, és arról a környéken, ahol polgármester voltam, hogy az emberekkel el lehetett volna húzatni az ekét, idézőjelben. Egész ország lázba egy ország lázba éget, hogy rendbe tegyük az egészet. Büszkék voltunk a magyarságunkra, ami azóta kopott. És hozzáteszem, hogy 1000 évben egyszer adódik ilyen lehetőség. Ezt húzták ki a lábunk alól, ezt húzták ki azzal, hogy ezt se lehetett csinálni, azt se lehetett csinálni, amaz se. Önkormányzatnál is sokszor akadta, ütköztem falakba, bár hozzá kell tegyem, hogy a legjobb önkormányzati ciklus annak ellenére az az első volt, akkor lehetett azért sokkal többet építeni, mert legalább pénzt erre adtak, de visszatérve az ország le lett állítva. Elkezdődött a háttérbe egy csutyi-mutyi privatizáció, amit hamarosan észrevettek az emberek, elkezdődött a pénzhiány, a körbetartozás, a gazdasági leülés, aminek mind az volt a célja, hogy egy bizonyos kör megkaparinthasson mindent, ami neki sikerült is, de szépen folyamatosan vezetett oda, ahol vagyunk. Ezt hagytuk ki. Ennek az egyik oka volt az, hogy az adósságállományunkat rosszul keresték, második volt, hogy kárpótlást csináltunk egy abszolút idióta módon. Hozzáteszem, hogy még ezt is elrontva a harmadik, itt jött a paktumok folytán, meghagytuk a médiát és a hírközlést azok kezébe, akik ebben a legdurvábban éltek vissza. És ugye a paktumnál, illetve a kárpótlásnál is az volt a baj, hogy még arra sem oktatták ki az embereket, hogy az a megkapott kis jegyükkel mit csinálhassanak. Így elkótyavetyélték, ebből megint egy másik réteg meggazdagodott, mert fillérekért megvette, állami vagyont vett vele vissza, árverezett, és így tovább, és így tovább. Holott, ha a lakosok tudták volna, akkor minimum a földjüket vissza tudták szerezni, akiknek földér volt, de elég sok más javakat meg tudtak volna vele szerezni. Lakást például, mert azt is lehetett vele, illetőleg részvényeknél olyanokat, amiket bele lehetett nyúlni állami vállalatokba, és így tovább, de erre nem oktatták ki őket, és az egész szegény, egyszerű parasztemberek harmadáron elkótyavetyélték azoknak, akik ezen vagyonokat vásároltak. Ez a média felelőssége, mert egyszerűen nem oktatták, nem tanították, nem mondták meg. Illetve nem világosították fel, nem hívták fel a figyelmet arra, hogy mire kell odafigyelni. Most ugye, tehát a média kérdés a következő, ezután következő kérdés abszurdum, megszüntetni a hadsereget. Hát ilyet felelős vezetőség nem csinálhat. Aztán jön a következő, ugye megengedni a privát magánhadseregeket, mert az őrzővédő KFT-ket nem nevezhetnénk másnak. Következő, a rendőrséget meghagyni ugyanúgy pártszerű szervezetbe, és így tovább. Egy nagyon rövid fejlődés után, ami utána az első ciklus vége felé volt, rögtön visszakanyarodott, és utána már a második úgynevezett jobboldali kormány se csinált semmit, és már eljutottunk egy olyan korrupt és hogy hívják, tisztelet a kivételnek, rengeteg becsületes rendőr van, nem akarom őket bántani. De a szervezet, mint olyan, a jelen felállásba korrupt. Mert az ő hiába akarja elkapni a bűnözőt, ha felülről megkapja a parancsot, hogy nem lehet. Ő hiába nem ütné, akit nem üt, de ha parancsot kap, és itt. Ezeket mind összevesszük, ezt hagytuk ki. 1000 évben egyszer adódó lehetőséget. Igen, és most már publikus, egyre többen mondják, már az újságok hasábjain is megjelenik, tudomásul vesszük, illetve nem lehet ezt tudomásul venni, az országnak az eladósodtsága, az, hogy 17.800 milliárd forint ugye az, amilyen adósságcsapdába kerültük, hogy a kamatokat is már hitelekből fizetjük vissza, és feketén-fehéren kimondják, hogy amennyiben nem kerülnek olyanok hatalomra, illetve nem változtatunk bizonyos dolgokon, a következő 50 évet leírhatjuk. Hát tessék mondani, hány évesek vagyunk mi? Akkor milyen jövőképet tudunk alkotni a fiataloknak, mit várunk a holnaptól? Ki lesz az, aki hitelesen megmondja nekünk azt, hogy ugyan már mit csináljunk, hogy éljünk? Mert az, hogy megszorítások vannak, az egy dolog, de látni kell, hogy miért történnek azok a megszorítások. Van-e kivezető út ebből az adósságcsapdából? Hát most egy pillanat, a kérdés túl sok és túl bonyolult, nem tudom, és nem is én vagyok talán erre a legilletékesebb, de amit én gondolok és látok és tudok, az a következő. Költségvetésünk tetemes része megy az adósságszolgálatra. Amennyiben
egy moratóriumot kérnénk, amit most sokkal nehezebb kérni, mint lett volna 90-ben, de muszáj megtenni, akkor föllélegezhet az ország. Mert ha nekünk évi közel 2000 milliárdunk megy erre, akkor mit beszélünk az egészségügyi reformban megspórolható 400 milliárdról? Teszem én föl a laikusként a kérdést. De ha én visszaemlékszem a megszorításokra, és vissza kell emlékezzek, mert én emlékszem a bokros csomagra, amit önkormányzati emberként akkor is közelről tapasztaltam és éltem. Többe került, mint amit hozott. És most ugyanaz lesz a helyzet. És most már kiderül, hogy erre elsődlegesen a külső pénzügyi körök kényszerítenek minket. Erre az EU kényszerít minket. Az EU kérdése bonyolult kérdés, sokkal több, nem akarok most róla beszélni, bár tudnék sokat mondani, mert ezzel megint foglalkoztam. De miről van szó, ha Magyarországot gyarmati sorsba kívánják taszítani, és úgy véli, hogy 6-6,5 milliónál több lakósra nincs szükség, akkor ezt zseniálisan és pontosan menetrend szerint csinálja. Nem új dolgokról beszélek, 1920-ban jelent meg Páter Banga Bélának, a hírneves jezsuitának a könyve, Magyarország újjáépítése és a kereszténység, akkori vészes időszakokban, ők megtalálták a kiutat, nem teljesen úgy, ahogy ő leírta, bent az most megint egy más kérdés. Tehát ha visszagondolunk, hogy a Trianonnál szisztematikusan újraosztották a világot, akkor ez most a gazdasági újraosztás. Igen, de akkor megtalálták az utat. Mert 38-ra rendbe tették az országot. Mennyi? 18 éve. Hát most már 18 éve folyik a rendszerváltásunk, bocsánatot kérek idézőjelben. És nem fölfele megyünk, hanem lefele, folyamatosan lefele. De visszatérve, ő akkor azt írta, hogy bennünket a nemzetközi nagy tőke európai gyarmatnak szánt. Szó szerint ezt írja le, 87 éve. Nem ez történt, de bizony ez történt. Kérdés, hogy meddig akarjuk, hogy ez így legyen. Nagyon foglalkoztat ez a kérdés. Tusnádfürdőn, hogy egy aktualitása is legyen a mai beszélgetésünknek, Orbán azt mondta, ugye, hogy nem célszerű pártokban gondolkodni, hanem nemzetben gondolkodni. Egyáltalán meséljen egy kicsit, mondjon valamit arról, mit jelent számunkra az a nemzet, illetve hogy látják kívülről. Mondjuk, hogy látják a nemzetet a szlovákok? Rögtön erre is csak egyetlen mondatot, mert nem szeretem, ha olyanok szájából jön, aki. Mert ha az illető azt mondta volna, hogy drága magyar barátaim, én bocsánatot kérek azért, hogy a Kalasnyikov ügy kapcsán Belgrádba mentünk le a magyar kormányt és a magyarságot beárulni, hogy most fölfegyverzik a horvátokat. Ők tették, kedves nézők. Ezzel bocsánatot kérek attól, akiknek érzelmében de a tények látom, azért de ez tény, dolgok ez tény, ez makacs dolog. Talán nem beszélhetnék arról is, hogy kik mentek New Yorkba följelenteni az akkori magyar kormányt antiszemitizmusért, megint ugyanoda akadunk. Ez egyébként most egy magyar betegség? Ők most megváltoztak. Én inkább azt hiszem, amiről beszéltünk, hogy az a bizonyos háttérhatalom, nekik a másik szerepet osztotta ki, mert mindig az kell, hogy az ő kezükben legyen a hatalom, egyszer jobbról, egyszer balról. És a nép meg azt hiszi a nagy színjátékban, hogy ő szabadon döntött és választott. Visszatérve a kérdésre, a nemzet kérdésére. Nemzet fogalom, a nyelvnemzeti fogalom, nemzetállam fogalom, az a francia forradalom körüli időkben alakul ki, a felvilágosodás, majd francia forradalom. Magyaroknak volt egy ősi nemzetfogalmuk, egészen más. A mi tragédiánk az, hogy a 19. században ez a két nemzetfogalom összeütközik, és szinte mindenki a idézőjelbe tett korszerűnek tekintett franciát veszi át, és ezért valamikor a 19. század végén mi megpróbáltuk, teljesen lehetetlen volt, egyes köreink pontosabban megpróbálták ugye az egy nemzetté tenni az alapjában nemzetiségekből álló országot. Valóság azonban az, hogy a magyar nemzetfogalomban
a nyelv nem szerepel. A magyar nyelvet fogalom az, tehát hogy a valamikori, középkori, majd későbbi Hungáriának, Magyarországnak a polgára, az hungarus, azaz, hogy magyar. Ezt ki is mondja egyébként a nemzetiségi törvényünk, ami a világ első nemzetiségi törvénye volt, 1868. évi, azt hiszem harmadik TC-t, de nem esküszöm meg. Kimondja, hogy Magyarországon egy nemzet létezik, egy politikai nemzet létezik, az a magyar. Ez alatt ők azt értették, hogy az a politikai nemzet, aki szemkorona tagként, állampolgárként, magyarként létezik. A nyelvéről nem definiáltak, nem szóltak, mert azt mondták, és pont ez a nemzetiségi törvényben elmondja, hogy az a magyar, az lehet magyar, német, szlovák, román, nem így mondták, tót, román, vagy olá mondták, igen, mindegy, horvát, rác, és így tovább, nyelvű. Akik egyenrangúak és egyenjogúak, mert unite eius dem libertas, a múltkor beszéltem le, egy és ugyanazon szabadság illeti meg őket. Nos, a magyar nemzetfogalom ez volt. Na most, hogy ez a nemzetfogalom valamilyen formában létezik, erre engedjék meg, hogy pont a szlovák példát mondjam, hiszen Szlovákiában a magyarra eleve és Magyarországra is két szó van. Az egyik szó az, hogy uhor, az azt jelenti, hogy magyar. Uhorcskó, az Magyarország. Most lefordítom, az uhor, az hungarus, hungár, és Hungária, az uhorcskó. A magyarszkó, az a csonka Magyarország, és a magyar, magyar, sokféleképp ejtik, az pedig egy ilyen nemzetiség, amelyiket egy időben jobban tiszteltek maguknál, ebből van a kisebbségi érzés ma is vissza, de ma már lenézik, mert azt mondják, egy gyönge izé, akiket mi is bármikor túl... Tehát saját magunkat tettük helyünkre. Saját magunkat tettük a helyünkre. De nekünk, amikor arról beszélünk, hogy nemzet, akkor tudnunk kell, hogy a mi nemzet fogalmunk az, amiről előbb beszéltem, amit a szlovák uhornak mond, a francia hongroának, de nem magyarnak, hongroának, az olasz ungerézének, és a német pedig ungárisnak. Mert németül is létezik, hogy magyar is, és az olaszban is van magyar, és a francia is mondja, hogy non pas hongrois, mais magyars, ez pont Desperi francia tábornok mondta Károly Mihálynak, mikor az lement Belgrádba. Tehát a nemzet fogalmunk kettős és más, és erről külön előadást lenne értelme beszélni, a szlovák értelmiségben és a szlovák irodalomban ennek komoly hagyománya van. Ez megint a Szent Korona tanhoz vezet vissza, és a Szent Korona országához, ami a Kárpát-medence. Kedves nézőink! Én megköszönöm Bakos Batunak, hogy elfogadta az újabb meghívást, és nagyon remélem, hogy sok-sok új információval gazdagodtunk, és esetleg más megvilágításba, elgondolkodható módon is halljuk, látjuk a dolgokat. Én nagyon köszönöm, hogy a vendégünk volt, és ne kerüljön el bennünket, mert van miről beszélgetnünk. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm kedves nézőink, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra. Köszönöm a nézőt, és bízom benne, hogy még hasonló többet tudok adni, mert a jövőt kell munkálnunk azzal, hogy a saját lényünket és múltunkat és valóságunkat és lehetőségeinket ismerjük. Enélkül nincs jövő. A gyökerek a múltunk nélkül előre menetel sincs. Köszönöm még egyszer, viszontlátásra.